nyilatkozták. Washingtonnél a kormány nem szándékozik változtatni a vasárnapi nyitvatartási szabályokon. Egyebek között ez hangzott el az Európai Kereskedelem Napja című rendezvényen, ahol nagy díjakat adtak át a kereskedelemben dolgozóknak. Elismerés a kereskedelemben dolgozóknak. Átadták a magyar kereskedelemért nagy díjakat és a Klauzál Gábor elismerő okleveleket. Ez egy nagyon szép díj, hiszen a kereskedelmi munkáért adják, és nagyon örülök annak, hogy ezt az Európai Kereskedelmi Napján adták ide, hiszen munkatársaimmal együtt hosszú évek óta, vagy mondhatom, hogy egész végig, amióta dolgozom, azon dolgozunk, hogy Magyarországon a magyar üzletlánc úgy nézzen ki, hogy az Európában bárhol megfeleljen a követelményeknek. A Coop Hungary ZRT igazgatóságának elnöke azt mondta, kiemelkedő szakmai munkájáért és vezető érdemeinek elismeréseként terjesztette fel Dulódó Endrénét a Klauzál Gábor elismerő oklevélre. A kollégáink közül is igyekszünk mindig azt kiválasztani, aki az átlagot meghaladó teljesítmény nyújtja, és Dulni Illik esetében erről van szó, hogy egy átlagot meghaladó teljesítmény nyújt, mind a cég gazdasági tevékenysége tekintetében, mind az előbb említett fejlesztések tekintetében. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke leszögezte, nem értenek egyet azzal az ötlettel, hogy két szabad hétvégét kellene biztosítani a kereskedelmi dolgozók számára. Ezt a kérdést szerintem lezártuk. A felvetésre úgy reagált a nemzetgazdasági miniszter, a kormány nem szándékozik változtatni a nyitvatartási szabályokon. Varga Mihály rámutatott, a szektorban jelenleg 3000 üres álláshely van. Az elmúlt években egy jelentős bérnövekedés valósult meg. Ez lehetővé tette, hogy a kereskedelmi ágazatban dolgozók is többen legyenek, bővítsenek, több munkahelyet tudjanak létrehozni, a jövedelmük pedig növekedjen. Az elmúlt években jelentősen nőtt az a forgalom, ami a magyar kiskereskedelem lebonyolít. Nagyon bízom benne, hogy ez a tendencia a következő évekre is megmarad. A tárcavezető hozzátette, a hatékonyságot és a béremelést összhangba kell hozni. Varga Mihály jelezte, pénteken elkezdődik az egyeztetés a munkaadók és munkavállalók képviselőivel. A miniszter hangsúlyozta, a minimálbér emelése mellett a vállalkozói terhek mérsékléséről, a járulékcsökkentés lehetőségéről és a béremelések üteméről is tárgyalni kell.